Mozart Varázsfúvola operáját Miklós Erika főszereplésével 2011-ben mutatták be az Ízelmi Szabadtéri Játékokon. Óriási sikert aratott. Idén három produkciót láthatnak azok, akik nyáron sem akarnak lemondani a színvonalas zenei élményekről. Verdi születésének 200. évfordulóját ünnepli idén a zenei világ. Kürti András rendezésében az Aidát láthatja majd a közönség július utolsó napjaiban. Aidára azért esett a választás, mert Kürti András rendezőt kértem előzetesen arra, hogy mit szól, jöjjön el Szombathelyre, nézze meg a helyszínt, mit szól hozzá, mit tart itt elképzelhetőnek, és egyáltalán mihez lenne kedve. És ő azonnal azt mondta, hogy Aida, hiszen van egy jelenete a műnek, ami konkrétan egy Ízeumban játszódik, és összesen három jelenet, ami pedig templomi jelenet. Idén is lesz Webber darab a szabadtéri játékokon. Ezúttal a Jézus Krisztust szupersztárt állítják színpadra Síró Sándor rendezésében augusztus első napjaiban. Ez az előadás, amit mi tervezünk, ez már a szereposztás is ezt tükrözi, fiatalosabb lesz, szeretnénk a jól bevált musical arcok, musical hangok helyett fiatal rockereket, olyan tehetségeket megmutatni ebben az előadásban, mint amit annak idején a mindenki által szeretett és ismert filmben láttunk. A címszerepet Schrott Péter, kőszegi származású énekes játsza. Ő az egyik énekes tehetségkutató műsorban tűnt fel nemrég. Neki ez az első főszerepe. Megmondom őszintén, nagyon-nagyon meglepődtem először is. Régóta éneklek, rockot éneklek, rock operákat nagyon-nagyon szeretem, Jézus Krisztus az egyik kedvencem. Az Aidát olaszul, a Jézus Krisztus szupersztárt pedig angolul éneklik majd. Vásári Tamás idén augusztusban ünnepli 80. születésnapját. Ebből az alkalomból augusztus 10-én gála hangversenyt rendeznek a tiszteletére, amelynek vendég előadóit ő nevezi meg. A jegyárak nem emelkednek tavalyhoz képest. Az előterjesztése alapján született.